Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a Pásztor válaszol bővebben című műsort látják. Mint minden alkalommal, most is két meghívott vendégünk van, de mielőtt még a vendégeket bemutatnám, szeretném elmondani önöknek, hogy ha általában tetszik önöknek a Pax Televízió műsor kínálata, akkor ezt örömmel veszi a Pax Televízió, és hogyha valaki támogatni is kívánja a műsor készítésüket, akkor küldhetnek adományt, a támogatást a képernyőn megjelenő bankszámla számra, és természetesen nagyon köszönni a Pax Televízió műsorkészítő stábja. Tehát önök a Pásztor válaszol bővebben című műsort látják, és két lelkipásztor barátom ismét itt van a képernyőn önökkel velem. Bemutatnám őket, jól lehet, mind a ketten már szerepeltek. Először Zolit mutatom be, ő kétszer-háromszor voltál már, és köszönöm, hogy újra eljöttél. Merényi Zoltán, baptista lelkipásztor Angyalföldről, és Fűtő Robert barátom, ő pedig presbiteriánus lelkész. Köszöntelek benneteket szeretettel, és köszönöm, hogy elvállaltátok a meghívást. Ezen a mai estén, ebben a beszélgetésben egy nagyon speciális témáról fogunk beszélni. A kedves nézők felé hadd mondjam el azt, hogy több nézőnktől érkezett kérdés, hogy a modern technikát miért nem vonják be a keresztények az evangélium közvetítésébe. És ez is egy apropót adott arra, hogy beszélgessünk arról a témáról, ugyanez nem igazából a technika, hanem mint kulturális irányzat, vagy ágazat, vagy lehetőség az evangélium közlésére, és még sok minden másra is, amiről majd szó esik. Minden esetre ma arról fogunk beszélgetni, hogy keresztények körében filmkluboknak a szervezése, hogy történik, illetve mi zajlik egy keresztény filmklubban. Ez egy elég speciális szolgálat. És az ötlet az úgy jött, hogy néhány nézőnk ilyen típusú kérdéseket már tett föl, kvázi egy kicsit provokálva, hogy miért nem beszélünk ilyen dolgokról is. Tehát ilyen módon reflektálunk az önök kérdéseire. Az már megvolt jó pár héttel ezelőtt, hogy Robi ebben a műsorban részt fog venni, és én tudom, hogy nagy filmszerető, és filmklubot is vezet, és Zolit csak rövid ideje ismerem, néhány hónapja, de amikor fölmerült, hogy ebbe a műsorba meghívnám, mindig készülök azokból, akiket nem ismerek még személyesen, és hát az internet segítségével kibogaráztam, hogy a prédikációidban elég gyakran utalsz filmekre. És Robival már megbeszéltem jó pár hete, hogy ebben a műsorban, azaz a mostani felvételen részt fog venni, és mondom, a Robi nagyon szereti a filmeket, a Zoli is nagyon szereti a filmeket, akkor most összejön az a két ember, akik nagyon jól tudnak beszélgetni a filmekről. Én nem nagyon lövök túl sokat ez a témához, tehát most az a jó helyzet lesz, hogy én majd többet fogok hallgatni, és ti fogtok leginkább beszélni erről az általam fölvázolt témakörről. Ugyanakkor én csak a két szélsőséget szeretném mondani, tehát amikor én megtértem, hát az már elég rég volt, körülbelül most így november végén van a megtérésem időpontja, nem tudom napra pontosan, 38 éve, úgyhogy az elég rég volt már. És emlékszem, akkor elhangzottak olyan tanítások, hogy a mozi az bűn, még nagyon elszállt testvér nagy lelkesen prédikálta, hogy parázna a filmvászon, a színészek is, mindenki, tehát oda be se tehetjük a lábunkat. Mondjuk én érzékeltem, hogy valahogy ez kicsit elszállós vélemény. Én úgy gondolom, hogy mindent lehet jól meg rosszul használni, ami a kezünkbe adatik, mint eszköz, élni és visszaélni vele. Tehát bizonyos értelemben a filmek is ilyenek. És tulajdonképpen nekem nem annyira a világom ez. Természetesen én is örömmel veszem, amikor látok egy filmet, és kezd kibontakozni benne valami pozitív erkölcsi mondani való, és a mai filmvilág kínálatában ez már elég nagy szó, hogyha nézzük a filmszínházaknak a műsor kínálatát, ha van valami pozitív kicsengés, akár csak humanista értelemben is, már az nagyra értékelendő.
és mindig örömmel megállapítom, hogy milyen fantasztikus, hogy én ismerhetem az Istent, ismerhetem a Bibliát, és hogy mennyire igaz az, amit Jézus mondott, és még a erkölcsi mondanivalóval nem bíró filmek esetében is megállapítom, hogy milyen jó, hogy én ismerhetem az Urat, és van erkölcsi mércém, ha úgy tetszik, vagy hovatartozásom, identitásom, ami engem megtart, ez maga Jézus végül is, nem csak az erkölcsi keretek, a maga Jézus, és ilyen értelemben mindig örülök, amikor megnézek egy filmet, akármi is van, de úgy tudom, hogy a filmklub és annak vezetése, illetve a fiatalok bevonása, ez egy speciális területként célozza részint az evangelizációt, részint esetleg jobb Biblia megértés is, még akár úgy is, hogyha nem teljesen az lenne egy film mondani valója. Nos, akkor mivel mind a ketten készültetek meg, beszélgetetek egymás között is a témáról, én mindjárt át is adnám a szót, hogy vázoljátok föl, hogy néz ki egy ilyen filmklub, miről van szó. Na hát arra reagálva, amit felvetettél, hogy vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy ez nem használható, vagy ez egy világi eszköz, amit nem hozhatunk be akár a gyülekezetbe, akár a missziós stratégiánkba, hogy ilyen eszközöket használjunk. Én azt mondom erre, hogy Jézus is használt képes beszédet, hiszen a példázatai azok mind képanyagok voltak, amiket az emberek el tudtak képzelni. Valószínű, hogy ma használna filmeket is, vagy a filmek világából is venne képeket Jézus, ha éppen itt járna a Földön. Én azt gondolom, ezek jó illusztrációk arra, akár egy lelki igazság, vagy egy erkölcsi tanulságnak az illusztrálására. És azt tapasztalom, hogy különösen a fiataloknál nagyon nehéz megragadni a figyelmüket. Tehát egy előadás során, amikor beszélünk talán néha szárazan és hosszasan, nem igazán ragadja meg őket. Viszont egy film, hogyha elég látványos és elég mozgalmas, akkor arra azért odafigyelnek. És ismerik is a színészeket, ismerik a történeteket, és abból kiindulva pedig el lehet juttatni őket egy lelki igazságnak a felismeréséig. Tehát én ezt látom, hogy ezért hasznos a filmeket, a filmklubokat használni. Igen, én úgy belecsöppentem a filmklub világban, hogy nem terveztem, hanem a 2000-ben, de most már lassan 13-14 éve, az ifjúságiak a Nagyvári tér református gyülekezetben valahogy megkérték, hogy nézzünk egy filmet, és akkor beszéljünk róla. Megnéztünk a Good Will Hunting című filmet, és 30-an voltunk, és annyira jó volt a beszélgetés, hogy annyira egyértelmű volt, hogy próbáljunk ezt még egyszer. De mi meghívunk egy másik ifit. Másik alkalom már 60-an voltunk, és megint annyira jó alakult ki a beszélgetés, majdnem spontán, senki nem tudta, hogy most mit csinálunk, vagy hogy kell beszélni a filmről, de annyira egyértelmű, hogy nagyon ritka, ilyen mély beszélgetés alakul ki. Most ez így elindult az egész, és a következő években ilyen 60-90-100-an voltunk, de most már 13-14 éve csináljuk a filmklubot, több mint 170 filmet néztünk, és rendszeresen 150 film ember jön megnézni ezek a filmeket. Tehát van igény rá, az emberek szeretik a filmek, de az jól látni, hogy az emberek nagyon szívesen beszélnek róla, és akkor felosztjuk az embereket, utána megbeszélnek a filmeket, és én szerintem így használni ezt, mint egy evangelizációs eszköz, igenis, nem csak Jézus használta képeket, de nézzünk meg Pál. Tehát Pál, amikor Athénben van, akkor nézi körül, hogy milyen szobrok vannak itt, tehát ő utal kulturális dolgokra. És ez a kontextualizáció, hogy hogyan tudjunk elmondani az evangéliumot, amit nem változik, amit örök evangélium, amit objektív igazság, de másképpen lehet csomagolni, attól függ, hogy milyen kultúrában vagy, attól függ, hogy hogyan fogod ezt elmondani. A fiatalok, az ő nyelv, a mai világ a film. Tehát ők nagyon nézik a filmeket, és szívesen beszélnek róla. És ez, amit mi tapasztaltunk, hogy igen, a filmklubban most már 172 film, vagy mit tudom én azt mondom, hogy 170-ből tisztán előre ment az evangélium, tehát tudtunk hirdetni az evangéliumot
és használtuk a film, mint egy eszköz, hogy a filmből kiindulva elmondtuk az evangéliumot az embereknek. Nem kérdeztem tőled ezt a téma felvetés után, hogy a filmről beszélünk, mert én úgy gondoltam, mivel te Amerikában nőttél fel, talán a kedves nézők is észrevettek, ugye nem haragszol, hogy mondom, de az akcentusodról az észrehez venni talán, de nagyon érthetően beszélsz, ez külön fűszerezi a dolgot, ez az akcentus, de én azt gondoltam, hogy mivel az amerikai kultúrában annyira átjárja a film, hogy az én korosztályom is, tehát nem csak a 20 évesek Amerikában, úgy beszélgetnek egymás, hogy emlékszel ebbe a filmben mi volt, és a filmről beszélnek. Igen. Tehát még Magyarországon reménység szerint az én korosztályom legalábbis úgy van, hogy még azért esetleg Jókai regény részletet mond, vagy egy csomó klasszikus vers részletet. Tehát így értjük egymást, helyel közel, a mi generációnkban is, a fiatalok már kevésbé, és én azt hittem, hogy te mivel Amerikában jöttél, úgy ezt hoztad magaddal, tehát én ezt most hallom először, hogy igazából ez egy spontán kezdődött, és nem is te iniciáltad, hanem valaki más indítványozta ezt. Ez csak egy érdekes megjegyzés, amit mondtál, és nagyon jó lenne, hogyha azért még erről egy kicsit beszélnétek, hogy oldjuk esetleg azoknak a testvéreknek a hozzáállását, akik eddig elég mereven kezelték ezt a kérdést, hogyha majd el is mondanátok, hogy milyen pozitív gyümölcsei vannak, így utaltatok rá általánosságban, hogy ez érdekli a fiatalokat, eljönnek, lehet az evangéliumról beszélni, de ha ezt talán egy néhány konkrét példában megemlítenétek, hogy oldjuk azoknak a olyan gyülekezeti háttérben felnőtteknek az óckodását ettől, akik ettől eddig mereven elzárkóztak. Zoltán? Én az egyik dolog, amit látok, és tapasztalok, hogy egy pozitív eredménye mondjuk a filmkluboknak, hogy a fiatalok megtanulnak gondolkodni a filmek nézése közben. Tehát nagyon azt látom, hogy a mai fiatalság olyan médiafogyasztó, hogy csak egyszerűen nézik a filmeket, vagy a műsorokat, de közben nem gondolkodnak, hogy most ez milyen hatással van rám, vagy mit akar üzenni. Legtöbbször, amikor mondjuk tévét néznek a mai emberek, vagy különösen a fiatalok, akkor nem azért ülnek oda, hogy most valamilyen intellektuális élményben, vagy lelki élményben legyen részük, hanem egyszerűen csak azért, hogy szórakoztasson. A filmklubokkal megpróbáljuk egy kicsit arra is megtanítani a fiatalokat, hogy legyenek tudatos média használók. Tehát, hogy válogassák meg azokat a filmeket, amiket ők megnéznek, és amilyen filmeket megnéznek, azokról gondolkodjanak, hogy abból milyen üzenet van számukra, vagy hordozhat-e pozitív, vagy éppen negatív üzenetet, amit a filmben megláttak és tapasztaltak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek is egy óriási haszna van, hogyha nem is térnek meg mondjuk egy film kapcsán, de megtanulják azt, hogy igenis lehet a filmeket másképp nézni, mint ahogy eddig nézték. Én személyesen úgy kerültem kapcsolatba egyébként a filmklubokkal, vagy a film tudatos nézésével, hogy műveledés szervező szakon végeztem a teológia előtt, és ott bebejártam ilyen filmesztétika órákra, és volt egy rendező tanár, aki zseniális filmeket vetített, és aztán utána elmondta, hogy miről is szól a film. És döbbente hallgattuk, hogy ez is benne volt ebbe a filmbe, és hogy így is lehet nézni a filmeket, és akkor már úgy az benne volt a szívem, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt valahogy megtanítani a fiataloknak is, és megtanítani és a keresztényeknek. Meg lehet tanítani? Tehát ez nem egy belső adottság, hogy valaki érzékeli, hogy mit akar a rendező a filmből kihozni, van rá fogékonysága eredetileg is, tehát ezt bizonyos értelemben tanulni is lehet? Én úgy gondolom, lehet ezt tanulni. Igen, igen. Igen, hozzátennék ahhoz, hogy amikor mi elkezdjük a filmklubot, akkor mindenkinek elmondom, hogy ebben a filmben mit mindig figyeljetek a főszereplőre. Mert a rendező, amit ő akar elmondani ezen a filmen keresztül, mindent el fog mondani a főszereplőn keresztül. És hogyan teltek az évek, nekem mindig kell egyszerűsíteni a dolgokat, és minél lényegesebben beszélni a dolgokról. És próbálom terelni az ő figyelmüket, hogy arra figyeljenek, hogy ha a főszereplő változik, tehát neki a megváltásra szorul,
tehát neki szükség valamilyen külső segítségére, mert ő beszorul egy nagyon nehéz helyzetében, akkor ez a film, ez egy dráma. De ha a főszereplő nem a megváltásról szorul, hanem ő hozza a megváltást, akkor ez egy eposz, vagy egy epikai film. Ez egy hős történet. Kétféle sztori van a világban. Az egyik sztori a His story, az Istennek a története, az Isten sztori, amiről szól az egész Biblia, hogy Isten hozza a megoldást, vagy a megváltást ennek a bűnben esett világnak. Ugye? Jézus Krisztuson keresztül, hogy Krisztus az igazi hős. Tehát minden igazi hős történet Krisztusra mutat. És az a híd, ahol nagyon könnyen lehet Krisztusról beszélni ilyen eposzfilmeken keresztül, ez nagyon könnyű. De a drámai film, ez nem az Istennek a sztori, ez a mi sztorik, ez a mi bizonságtételünk. Hogyan, az, a mi életünk hogyan változott meg, ugye? Mert a mi életünkben konfliktusban, feszültség, bajban vagyunk, megváltásra szorultunk. A mi életünkben volt egy fordulópont, ugye befogadtuk az Úr Jézus Krisztus, mint a megváltó, elfogadtunk az ő megoldás a mi problémának. A film, ha a főszereplő megváltásra szorul, akkor mi az, amit ő tanult? Tehát az ő mélységben volt-e fordulópont? Most az a fordulópont, ő megtanult valamit, az a rendezőnek az üzenet, amit ő át akar adni a filmen keresztül. És azért tudod, hogy követed a cselekményt, ezek a filmek, általában a drámai filmek, a főszereplő a film elején egy nagyon sötét alak. Egyre nehezebbek a feszültségek, és ha tényleg rájön valamire, hoppá, jaj, követtem a saját fejemet, az önzésemet, a büszkeségemet, és ebből tragédia lesz, ha nem változok. Most, ha változik a fordulópont, akkor az nem egy tragédiába fullad, és akkor annak van egy happy vége, sok amerikai filmnek van egy happy vége. De hogyan tudod, hogy jól követted a filmet? Mert nagyon sok amerikai film, a legvégén a narrátor, vagy a főszereplőn keresztül elmondja, hogy miről szólt ez a film. Tehát ha nem tudtad követni egy cselekményt, de nem tudtad megérteni a cselekményen keresztül, hogy mit tanult a főszereplő, 90% a legvégén a narrátor el is mondja, vagy a főszereplő elmondja. És így lehet, jó figyeltem, film. Igen, a rendező ezt akarta mondani. És ezt nagyon-nagyon sokszor elmondom a film vetítés előtt. És az a visszajelzés, hogy most már hogy éveken keresztül csinálják, hogy az emberek mondják, hát Robi, most már nem is tudom normálisan nézni a filmet, hogy csak hátradőlök és élvezem, mert mindig követtem a főszereplő, és mindig hallom, most mire kellene figyelni, mire jött rá a főszereplő, hogyan változott, mit tanult, mi a mondani való ennek a filmnek. És én, mi keresztények, egyetértek ezzel a mondani való, vagy nem? És ez a kritikus gondolkodás, hogy így próbáljunk segíteni az embereket, hogy igen, nézel a televíziót, a filmeket, így kell keresztényként gondolkozni, és ez nagyon fontos, mint keresztények, hogy a mai világban hogyan lehet tevékenykedni, és keresztényként gondolkozni. Kapcsolódva ahhoz, amit uh-huh. így mondtál, hogy, hogy tudatosan nézzük a filmeket, meg hogy mi is egy filmből az üzenet, és hogy uh-huh. azt mennyire próbáljuk meglátni. Lehet, hogy valakiben az a gondolat fogalmazódik meg, hogy minden filmben csak mondjuk a konkrét keresztény üzenetet lássuk, vagy pont konkrétan megtérésre vezessük az embereket. De én például, amikor filmeket választok, akkor nem csupán olyan filmeket nézek, ahol a film végén megtér az ember, és akkor az könnyű mondjuk arról beszélni, hanem olyan mondjuk társadalmi problémákkal foglalkozik, amikkel nekünk keresztényekkel is foglalkozni kell. Ilyen például a szegénység problémája a világban, vagy például egy hajléktalanságnak a kérdése, mert igen, és én azt gondolom, sokszor mi annyira burokba tudunk létezni, mi keresztények, főleg akik mondjuk egy jól szituált családba, keresztény családban nőttek fel, és aztán igazából persze látnak mondjuk hajléktalanokat, ha mennek az utcán, de annyira nem alakult ki egyfajta olyan szociális érzékenység, és ha látják ezekben a filmekben, hogy ez a probléma mennyire problémás, és ezekről elkezdtünk beszélgetni, akkor lehet, megindul a szívük. Most egy ilyen film, amit mostanában vetítenek a mozikba, az Elysium, nem tudom, hogy láttátok, ismeritek-e,
A jövőben játszódik a film, Matt Damon rendezte ezt a filmet, két világról szól, az egyik a Földön játszódik, itt vannak a szegények, és a jövőben a gazdagok már kialakítottak egy ilyen mesterséges holdat valahol az űrben, és ott jólétben élik az életüket, míg a Földön itt évbérért dolgoznak az emberek. Yeah. És itt a Földön megpróbálnak valahogy följutni az Elysiumra. És nagyon jól szemlélteti az a világnak a megosztottságát, a fent és a lent, a szegény és a gazdag. És például erről a filmről zseniálisan lehet beszélgetni, hogy ugyan nincs így külön választva a világ, de ez a kettészakítottság ma is megvan. Ma is megvannak a szegényebb rétegek, és vannak a gazdagok. Hogy vajon nekünk keresztényeknek hogyan kell ebben a kérdésben gondolkodni? Van-e felelősségünk ebben a kérdésben? Szóval ezek nagyon fontos dolgok. Nagyon jó. Amit említettél, hogy a keresztény családban felnövő gyerekek, fiatalok között nagyon gyakori jelenség, hogy mint egy burokban nőnek föl, úgymond, és nem igen vesznek észre maguk körül, legalábbis úgy nem, hogy megértenék azoknak a sorsát, akik például sokkal szegényebbek, vagy akár hajléktalanok. Tehát ilyen filmklubnak van olyan szerepe is, tehát te milyen szempontból, vagy milyen okok miatt indítva kezdted a filmklubot, hogy a keresztény fiatalokat is kinyissad a szemüket, vagy pedig a filmekkel úgymond a keresztény fiatalok osztálytársait, baráti körét, akik barátait, baráti körüket, akik nem keresztények még, azokat is elérni kvázi az evangélium üzenetével, vagy egyszerre mindkettő. Tehát igen, ez egy ilyen kérdés. Mi úgy csináljuk azt, hogy megmondjuk nekik, hogy hozzá kell nem keresztény ismerősek. Tehát ki van hirdetve, hogy ez egy keresztény filmklub, de mi mondjuk, hogy Ne úgy tekintsetek erről a klubra, mint egy klub, hogy mindenki jól érzi magát keresztény között, hanem tessék hozni a nem keresztény barátaid, kollégák, hogy ők is tudjanak ebben részesülni. És azt látjuk a filmklubban, hogy mindig újak vannak, mindig hozzák új embereket. És a keresztény és nem keresztény egyaránt. És mindig örülünk, hogy ha nem vagy keresztény itt ma este, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Ez egy keresztény filmklub, és minden filmklubnál kezdünk imádságot, de ha nem vagy keresztény, nagyon örülök neki, és érezd jól magad, kérdezél, amit csak jut az eszedbe, de lehet kérdezni, lehet beszélni, és elmondani a véleményüket. A másik az, hogy tanítani keresztényeket, hogy kell használni filmeket az evangelizációban. Például voltam a repülőgépen, leültem egy férfi mellett, egy apa, éppen a család a hátsó ülésben voltak, és tudtunk beszélni, de lehetett látni, hogy ez az ember semmi közel kereszténységhez. Így kezdtem valahogy elmondani az evangéliumot neki, de ő nem harapott, vagy nem lehetett vele kezdeni semmit. És akkor és tudta, hogy lelkész vagyok, de akkor kezdtem érdeklődöm, és szoktatok nézni filmeket. Onnantól kezdve ő egy filmrajongó volt. Nektek van egy filmklub? Hát milyen filmeket néztek? Hát sok minden film. És neked van egy kedvenc film? Hát én nagyon szeretem a Jövő kezdete. Hú, mi ezt a filmet megnéztük? Igen. Miről szólt ez a film? És akkor kezdtünk beszélni a filmről. Most ez a film, csak röviden elmondom, nagyon érdekes film, hogy van egy tanár, aki adja a diákoknak, hogy nekik jövő alkalman kell hozni egy ötletet, amiből, ha meg is lehetne valósítani, amit meg lehetne változtatni a világot. Nem tudom, ismeritek ezt a filmet, igen. Jövő kezdet. Ez egy nagyon én jó nem, film. De... És aranyos az a film, és a főszereplő kisfiú hozza az ötletet, hogy kell cselekedni jót, egy nagyon jó kell cselekedni valakivel, aki ő nem tudna segíteni saját magán, és ezt megteszünk érte, és mondd meg neki, hogy ne fizesd vissza nekem azt a jót, hanem fizesd előre. Az angol címe pay it forward, de a jövő kezdete. Mondd meg neki, hogy amit én most tettem veled, neked kell most három emberrel egy jót tenni. Egy nagy dolog, amit, ne fizessenek vissza neked, hanem mondd meg nekik, hogy nekik is kell továbbani. És akkor lerajzoltam matematikailag, hogy ha én ezt elkezdem három emberrel, és ők három embert csinálják ezt, még három ember, hogy milyen gyorsan tudna ezt terjedni. Most ez a fiú elkezd egy mozgalom, és elindul nehezen elindul ez a mozgalom, és terjed, és a média, a hírek
megkapják ezt a hírt, hogy milyen nagy dolog történik Kaliforniában, visszamennek, meg próbálnak visszavezetni, hogy honnan kezdődött az egész. Csak addig ez a kisfiú, aki jót akar tenni, egy szerencsétlen esetén más fiúk megölték. Most ez a tragédia olyan értelemben, de ez a fiú, mintha ő elindított egy mozgalom, ami kész volt elsöpörni a világot. Egy nagyon-nagyon szép film, és ez a férfi, látom, úgy, nekem ez nagyon tetszik ez a gondolat. Igen, honnan származik ez a gondolat? Most ez egy humanista film, de mi, mint keresztények, mi azt mondjuk, hogy ne haragudj, ez az ötlet, ez Istentől származik, hogy olyan dolgot fog tenni velem, amit én saját magamnak nem tudnám megtenni, vagy megoldani az én saját problémát. Egy nagy dolgot fog tenni velem, ingyenesen, és azt mondja, ne is próbáld visszafizetni, mert nem tudsz nekem visszafizetni, ugye? Mert Krisztusban ő megváltott minket ingyenesen. És annyit kér tőlünk, hogy add tovább. Szolgáljál, szeresél mások. Nem három ember, az egész életen keresztül. Tehát ez az ötlet, ez Istentől származik, és én így tudtam használni ezt a filmet, mint egy kis híd ennek a hitetlen férfinak, hogy tetszik a film, igen, mert ez igazából ez a kereszténység. A kereszténység erről szól. Tehát mi sok film tudunk így megnézni. Ez a film visszautasítjuk, mint egy humanista film. De nagyon sok film van, hogy mi tudunk értelmezni, mint keresztények, és átlátni, vagy mélyebben belelátni dolgokban, hogy ez az utal az evangéliumra. Ez az evangélium, erről szól az evangélium. És sok ilyen példa és utána van. Változott a viszony a akkor leszálltunk, leszálltunk, de végig nagyon jól tudtunk megbeszélni. Uh-huh. Hát nyilván ez egy így ajtó nyílott felé, hogy így mondjam, így hogy van. Volt közös témátok. Megjegyzem, nem akarom a témát elvinni a mozifilmtől, én a horgászattal vagyok, én nagyon szeretek horgászni. Igen, igen. És most is külföldi úton voltunk egy csoporttal, akik nagy része ugyan keresztény volt, de néhányan nem, és kiderült az egyik kollégáról, aki ott utazott velünk, akivel én még nem találkoztam, hogy valamikor még versenyhorgász is volt, és hát egyből rengeteg közös témánk volt, sőt, hát én tanultam tőle sokat. És hát ez nagyon jó volt, nagyon összebarátkoztunk, mert volt egy közös érdeklődési pontunk, és pont ezért egy jó eszköz, hogy fiatalokat érjünk el vele, mert akárhogy is nézzük, ma a fiatalokat rendkívül módon izgatja a filmek világa, és ők azért ebben vannak, ebben nőnek föl, és ezt tudomásul kell venni, és ki kell használni ezt a lehetőséget. Igen. Rendkívül fontos szerintem egy filmklub megszervezésénél a filmválasztás, ugye? Tehát, mert az meg fogja határozni, miről fogunk beszélni. És itt nagyon nagy szerepe van a filmklubnak a vezetőjének. Tehát nagyon lényeges dolog, hogy a filmklub vezetője ismerje a filmet, mert volt már olyan, amikor valaki hallott, ez jó film, és akkor nézzük meg, és akkor közben jöttünk rá, hogy hát erről a filmről nem lehet így beszélgetni. Egyszer nem én tartottam a filmklubot, egy fiatal bíztam meg, hogy hozzon egy filmet. Én nem ismertem azt a filmet, amit hozott, és a közepén én meg is kellett állítani, mert nagyon sok káromkodás volt a filmben. Tehát ezért lényeges, egy nagyon fontos dolog, hogy a filmklubnak a vezető ismerje a filmeket, igen, és úgy választa a filmeket, hogy ha már egyszer keresztény filmklub van, akkor ne legyen benne káromkodás. És elég nehéz egyébként ma olyan filmet találni, mert a filmek tele vannak csúnya beszéddel, illetve az is lényeges, hogy szexuális jelenetek ne legyenek benne. Tehát az nagyon illúzióromboló, hogyha egy keresztény filmklubban egy olyan jelenetet mutatunk be. Tehát ezért nagyon fontos a filmválasztás, és hogy ismerje a filmklub vezetője a filmet. Ezek nagyon nehéz témák, hogy a filmklub, amit szervezek, ez egyedülállóknak szól, tehát ne legyen semmi szexuális jelenet, de mennyi mesztelenség legyen benne, az is nehéz kérdés. Vagy káromkodás, mi az a sok? Mik azok a nagyon durva szavak? Tehát a mi filmklubunkban van néhány káromkodás, vagy hogy mondják, violence, vagy hogy mondják azt a... Erőszak. Erőszak, abból is vigyázzunk el. A 170 valahány film, amit néztünk, nagyon kevés ilyen mesztelen jelenetek volt. Volt egy párszor az elején. Én megdöbbent, mert éppen elfelejtkeztem róla, mert én is nagyon fontos, hogy kiválasztani a filmet, de soha nem felejtem el, hogy amikor ment ez a jelenet, akkor letakartam a vászon. Éppen ott volt egy pár nem keresztény, azt mondja, hogy ilyen prűd társaságban én soha nem jövök vissza. Tehát
tehát ez egy öngól volt az egész. De nagyon fontos, hogy én ezek a filmeket mindegyik előre megnézem, és azért is csináltam ezt a könyvet, hogy pontosan feldolgoztam... Hogy írtam erre a könyvet? Hogy feldolgoztam a filmeket pontosan, hogy egy ifi vezető hozza a könyvet, már tud olvasni a filmről, már itt van a mondani való a filmnek, és itt vannak a kérdések és a választok a csoportvezetőnek. Tehát én 170 filmet vetítettem, azt jelenti, hogy 250-300 filmet megnéztem, amit nem annyira jók voltak. Tehát nem könnyű jó filmeket választani. Mondanék egy másik példát, hogy kicsit konkrétan beszélnek a dolgokról, hogy a Múlt Filmklub egy pár nap ezelőtt volt egy asszony illata. Ez egy 70-es évek Al Pacino film, vagy 80-es évek, és ő kapott legjobb színész, Oscar díjat kapott. Ez a film nem egy könnyű film, de arra szól, hogy egy katonatiszt, aki az élet során elvakult, és megvakult, köszönöm, és amikor visszatekint az életére, hogy csőd lett az élete. És az öngyilkos szélén van. Tehát azt mondja, hogy én az életemben sok mindent elszúrtam, és egy fiú, egy egyetemista megmenti az életét, egy nagyon jó barátság alakul köztük, de az egyetem próbálja rákényszeríteni ezt a fiút, hogy hazudjon, mert ő vagy beköpjön két másik fiúra, aki valamilyen bűncselekményt csinált. De nem igazán látott őket, és most az egyetem akarja, hogy ő hazudjon. És az Al Pacino kiáll a nagy iskola előtt, a bizottság előtt, az iskola igazgató előtt, hogy ne kényszerítsen a fiút, hogy hazudjon. És akkor olyan beszédet mondott, hogy az ő élet során ő mindig tudta, hogy milyen jó, de nem tette meg. És emiatt az ő élete egy csőd lett. És most ne kényszerítsen a fiú egy kis hazugságra, mert az már elindulhat egy olyan folyamat, hogy ő is tönkre teszi az életét. Tehát én mindig tudtam, hogy mi a jó, de az volt a nehéz. Én mindig azt az utat választam, ami könnyű volt. Most erről lehet beszélni. Elsősorban, hogyan tudta, hogy mi a jó és mi a rossz? Bocsánat, mondod, hogy erről lehet beszélni. Hát biztos azért, mert lelkipásztor vagyok, azért rögtön az jut eszembe. Mert egyszer beszéltem annak a igének a kapcsán, hogy az utolsó előtti lapon van a Bibliában, a Jelenések 21:8, ha jól emlékszem így most fejből, hogy felsorolja, hogy kiknek lesz része a kénnel és tűzzel égő tóban, és ott azt mondja, hogy a gyáváknak és a hitetleneknek. És csak utána sorolja azokat a bűnöket, amit mi úgy lelki pásztorok kiszoktunk emelni, hogy ez aztán a nagy bűn, házasságtörés, nem tudom mi. És van egy ilyen jó veretes lista sokaknak. És azzal indít, hogy a gyávaság, és én nagyon elgondolkoztam. És pont az, amit most te mondtál, bocsánat, így most úgyhogy én nem láttam a filmet. De az, hogy pusztán önmagában az igazság kimondásának már van egy ereje. Majdnem, hogy azt mondom, Istentől függetlenül is, de aztán, ha az Isten igazságát, mert általában, ha valaki a valóságot mondja eleve, az már valahogy az Istenhez köthető valamilyen szinten, és hogyha valakiben nincs elég bátorság az adott szituációban kimondani az igazságot, tehát én ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért pont ennek a elég súlyos listának, akik aztán oda kerülnek, ezt a Biblia világosan mondja, ugye, a kénkővel égő tüzes tóba, hogy miért pont a gyávasággal indít. Szóval én ezzel rengeteget gondolkoztam, és erre jutottam pont, hogy az, aki fél kimondani az igazságot. Igen. Csak gondolj bele, hogy ez az ember ebben a filmben, amely a 80-es években szerepel, hogy én tudtam, hogy mi az igazságos, mi a jó, csak nem tettem meg. A mai világnak az már egy radikális mondat ebben a posztmodernizmus, hogy hát ki tudja, hogy mi az igazság. Ez már egy radikális relatív gondolat. Igen. De onnantól kezdve, miért nem tudta tenni a jót? Igen, mert a bűnnek van ereje, ugye? Beszélhetünk a bűnről, beszélhetünk az igazságról. A főszereplő nem értünk egyet az ő életével, tehát egy sötét alak volt. De nem egy példamutató életet élt, de mi, mint keresztények, ezt tudjunk felhasználni, mint egy foil, egy rossz példa, hogy ne legyél, mint ő. Ne kövösd az ő példát, ugye? Merjük kiállni az igazság mellett, és merjük... Bár akkor a végén ő is eljut erre a gondolatra.
Igen, végülis igen. Én nem láttam, igen. Igen, csak, és mi nem keresztény. Akkor hozzáteszünk, hogy akkor de mit kérdeznél tőle, mint keresztény? Hát honnan ismeri az igazságot? Miért nem tudta megtenni a jót? Neki szükség van a megbocsátásra. Lelkismeret fúdalásod van? Tehát ilyen párbeszédben lehetne, és akkor erről beszéltünk a kis csoportokban. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a filmet nem csak megnézzük, hanem hogy utána beszélgetünk is, és erre mindenképpen készülni kell. Tehát, hogy magamnak, hogyha én vezetek egy filmklubot, akkor fölírok kérdéseket, hogy erről fogunk beszélgetni a film után. Mert hogyha csak megnézzük a filmet és hazamegyünk, akkor tulajdonképpen ezt a moziba is megtehettük volna. Tehát ennél sokkal több, amit szeretnénk ugye adni az embereknek. Az elmúlt időszakban volt egy nehéz ilyen filmklubom, amire megkértek, hogy egy lelkész konferencián lelkészeknek, csak lelkészekből állt a konferencia, hogy lelkészeknek tartsak filmklubot, hogy mutassam be, ez hogy működik meg, mire lehet ezt használni, és hát nagyon gondban voltam, hogy na most mit veszítsek le, gondoltam, hogy Jézus élete az biztos megfelelő lesz majd, de aztán gondoltam, valami egészen mást viszek, tehát nem egy ilyen keresztény filmet fogok vinni, úgyhogy hát az Argo akciót vittem, ez a mostani Oscar-díjas film, 3 Oscar-díjat kapott a legjobb film kategóriában is, és kíváncsi voltam, hogy mennyire értik a lelkészek, és döbbenetes, hogy milyen jó beszélgetés volt a film után. Egyébként nagyon jó alkalmas arra, hogy ezt filmklubot vezessünk belőle. Egyrészt az a konfliktus, ami van a világban, az iszlám világ és a kereszténység között, illetve arról, hogy arról szól a film, hogy 1979-ben Iránban volt egy konfliktus, és ott túszul ejtették az amerikai diplomatákat, és volt egy túszmentő, aki kiment 6 amerikai állampolgárt Iránból. És egy fedó akció van, hogy a sztori arról szól, hogy ők ilyen filmesek, és majd azért van ott az a 6 ember, hogy filmet rendeznek, és majd úgy fogják kihozni őket. Tehát egy nagyon veszélyes vállalkozás volt, és akkor arról beszélgettünk, hogy nem erről szól az evangelizáció, hogy egy teljesen ellenséges területre kell nekünk bemenni, kockáztatva még akár az életünket is, azért, hogy megmentsünk másokat. És hogy mi motiválta a főszereplőt arra, hogy ezt megtegye? Honnan volt ez a bátorsága? Miért van az, hogy mi gyakran keresztények, bár tudjuk, hogy az emberek elvesznek körülöttünk, mégsem teszünk gyakran semmit? Tehát nagyszerű dolog volt, hogy erről a filmről lelkészekkel is tudtunk beszélgetni. Én hozzátennék, hogy 2 hét múlva megyek egy lelkészi konferenciához, házasság konferencia lesz, és kértek, hogy hozzak egy filmet. A nyitó estén fogunk megnézni a Hölgy Válasz című filmet, hogy Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Egy szép film, végülis a fér hűséges marad a feleségéhez, és egy nagyon szép végső kicsengés vagy üzenet van az egésznek, csak ez egy egzisztencialista film. Hogy a film ott kezdődik, hogy van egy főszereplő, akinek neki mindene megvan. Gyönyörű szép. Feleség, szép háza. Most igen, én jó. Képben vagyok, hogy beszélni. Okay, nagyon jó. De hogy kezdjük a film? Hát minden nap ugyanazon az úton megyek tömegközlekedéssel. És egy tánciskola. Igen, igen. Akkor láttam. Csak ő rögtön a film elején bevallja, hogy az életnek nincsen értelme. Elveszítette az ízét az egésznek. Mit csinálok én? Mi az értelme az egésznek? Ez egy egzisztencialista film. Nem találja meg az élet értelmét. Ez a kezdőpont az egésznek. Már rögtön a filmrendező bevallja, hogy ez az ő világnézete, hogy nincs értelme az életnek. És az ember így éli meg az életét. Milyen megoldás? Hát nem lehet megmondani a feleségemnek, mert akkor úgy ő fogja rosszul érezni magát, mintha ő lenne hibás annak, hogy az én lelkemben egy nagy üresség van. Tehát fogunk ezt a filmet használni, amikor beszélünk lelkészekkel és a feleségükről, hogy akkor hogy van a de lelkedben ezzel? A de lelked tele van Istennel? Tele van az evangéliummal? Vagy valamit keresel? Ugye egy bálványot keresel, hogy bepótolja azt a hiányt a lelkedben. Keresel ezt a társadban, amit igazából csak Isten tudja bepótolni. Tehát ez egy jó híd lesz, hogy tudjunk beszélni az evangélium erejéről, hogy tényleg Krisztusban táplálkozó, és nem keresel valamit, ami a feleségedben vagy a társadban, amit nem kellene keresni. Szóval lehet használni ezeket, mint hidakat és nagyon komoly témákat feldolgozni.
Egy kérdésem van, ez már műsor előtt megfogalmazódott bennem, de Zoli, ahogy felhoztad, hogy első gondolatod az volt, hogy ezen a lelkészeknek tartandó filmklub estén a Mel Gibson filmet vetítenéd le, a Passiót, gondolom. És ugye van a keresztény világnak olyan próbálkozása, hogy a film eszközöket használja konkrétan az evangélium megjelenítésére, tehát mint például ez a film is. Hogy erről mi a véleményetek, ehhez persze kéne tudni statisztikákat, és sok bizonyára születtek ilyen statisztikát, hogy mi volt általában a különböző országokban a reakciója a nézőknek, illetve milyen nézőket vonzott, vagy hány ember nézte meg, nyilván erre vannak statisztikák, de hogy magyarul, hogy lehet-e a keresztény mondani valójú és direkt ilyen koncepcióból készült filmeket használni evangelizáció céljára, vagy az evangélium terjesztése céljára? Vagy ha lehet, akkor milyen mértékben lehet, hogy van-e erre valami rálátásotok? Tudok erről röviden beszélni? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát én például nagyon, amikor először láttam a Passió című filmet, én utána fél óráig magamban roskadva csöndbe ültem. Annyira érzékletesen mutatja be azt a szenvedést, amit Jézus Krisztus ott elszenvedett a kereszten. Természetesen lehet ezeket a filmeket használni. Az a probléma, hogy kevés ilyen jellegű alkotás van, amelyik ennyire direktbe mondjuk az evangéliumot mutatná. Készülnek Amerikába keresztény filmek, ezeknek a jó része alacsony költségvetésű film, amikről azt mondják, főleg a nem keresztények, hogy hát azért egy kis bugyuta történetek, kis gagyi, de már mondjuk mostanában kezdenek keresztények is olyan filmeket készíteni, ami egészen jó kis filmek. Talán hallottak a nézők, vagy ismerik a Végtelen hit című filmet, ami szerintem látványos. Ez egy szolid film. Igen, amit szerintem világi környezetben is nyugodtan meg lehet mutatni, mert nem szégyenkezünk egy ilyen filmmel, vagy a Fireproof, vagy a most a Bátorság emberei, tehát olyan filmek, amik tényleg olyan megfelelő színészi teljesítmények, vagy alakítások vannak benne, nagyon jó a rendezői munka is, úgyhogy ezeket is természetesen használjuk filmklubokba. Igen, az a három film, amit azóta említett, ugyanaz a producertől van, tehát ugyanaz a testvérektől van. Jó filmek, de kicsit annyira amerikai módon meg van csinálva, hogy az üzenet annyira direkt. Tehát kicsit, tehát a fordulópont kicsit, hogy mondjam, nem túl reális a fordulópont. Amikor a srác a filmben megtér, akkor éppen egy parkban van, ott van egy nagy kereszt, a nap föl kell mögötte, tehát kicsit túlságosan... Szájbarágos vagy? Kicsit túl szájbarágos, igen. Tehát, na szóval jók ezek a filmek, lehet használni. A Passió című filmet én is úgy vagyok, hogy Mel Gibson zseniálisan megcsinálta. Hallottam meg ez egy protestáns köröm, hát ez egy katolikus film. És ha egy protestáns csinált, akkor egy protestáns verziót. Tehát én nagyon tisztelem a Mel Gibson, hogy ezt a filmet megcsinálta. Én is úgy vagyok vele, hogy lelassította az egészet, hogy úgy érezzünk, hogy ott voltunk, amikor ez megtörtént, a Golgotai kereszt. Szerintem zseniális volt. Mi ezt vetítettük a filmklubban. Soha nem felejtem el, hogy egy lány lejött után, és mondtam, először az életemben megértettem, hogy miről szól a kereszt. Tehát megérdemelte. Tehát igen. Ne kritizáljunk, hanem ő azt csinálta, hogy ő jónak látta, és én szerintem nagyon jó volt. Amit én mostanában tapasztalok, hogy egyre nehezebb a fiatalokat lekötni egyébként egy filmmel, hogy elejétől végéig üljenek végig, és nézzenek végig egy filmet. Hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a kereskedelmi csatornák 10 percenként megszakítják a filmeket egy-egy reklámblokkal, közben elmennek egy kicsit nasizni, vagy nem tudom mit csinálni, és ezért, hogyha elejétől végig kell nézni egy filmet, akkor néha idegesen mocorognak, vagy fogják a mobiltelefonjukat.
Hát ez egy új kihívás ma. Egyrészt, hogy nagyon olyan filmet kell választani, ami azért mozgalmas, meg akciódús. Én szeretem egyébként az ilyen művészfilmeket, de bizonyára nem vetíteném mondjuk a fiataljaim között, mondjuk Bergmannak a filmjeit, amik mondjuk ilyen kicsit ilyen művésziesebb filmek. Próbálkoztam olyannal is, hogy nem egész filmeket nézünk, hanem a filmekből egy-egy jelenetet nézünk meg, és a jelenetekről beszélünk, ezek mondjuk 10 perc vagy negyed órás jelenetek. Érdemes ezt is kipróbálni, jobban, esetleg hosszabban tudnak figyelni akkor a fiatalok. Nekünk nincs meg az a probléma annyira, lehet, hogy a középiskolások vagy fiatal, én vetítettem egy filmklubot középiskolásoknak egy konferencián, és az nem sikerült. Tényleg össze-vissza beszéltek, nem figyeltek oda. A filmklub, amit én csinálok, ez egyedülállóknak, ilyen 20-as, 30-as éveseknek, és ott jobban figyelnek, mi felosztjuk őket csoportokban, 8-9 csoport utána, nagyon jól mennek a beszélgetés. Én szeretem inkább, mint a jelenet, hanem a sztorit, felvázolni a cselekményt, hogy kövessenek a sztorit. A mi beszélgetésünk nem annyira nyílt, hogy mindenki csak beszél arról, mi az, amit tetszett neki a filmben, hogy próbáljunk őket rávenni, vagy hogy tanítani, rávezetni. Felvezetni és tanítani őket, hogy beszéljünk a cselekményről. Beszéljünk, hogy a rendező hogy építette fel ezt az egészet, és a fordulóponton keresztül mit akart mondani, vagy ha nem volt fordulópont, akkor mi a mondani való annak. De próbáljuk először segíteni, vagy tanítani őket, hogy igen, próbáljuk feldolgozni, és ott kell dolgozni. Én közös munka. 10 ember felépíti, hogy miről szólt ez a film. És utána mi az inspiráció? Mit kaptál tőle ez a film? Mire inspirált téged? Hogyan látod magadat, mit gondolsz ennek az üzenetre, és akkor nekem az kicsi rosszul esik, amikor mondjuk 150 ember megnézi a filmet, és akkor 50-en hazamennek, és én felelősségnek érzem magamat, hogy mit látták, mert sokszor a film az rossz példa. És akkor mondom, most maradjál, mert most jön a lényege, hogy most, mint keresztények értelmezzünk azt a filmet. Na szóval, valahogy, tehát kell tanítani őket, hogy kell nézni filmeket, hogy kell beszélni róla. Nálunk a filmklub az én 5-kor kezdődik, és én 9:30-10-kor befejezik. Ez egy 3-3,5 óra. Ezt Amerikában megtanultam, de Amerikában nem tudnám ezt csinálni. Tehát Magyarországon valahogy, amikor ezt elkezdtünk, hogy a művelődési házokban már Magyarországon már kialakult egy kultúra itt Magyarországon, hogy vannak filmklubok. Amikor visszamegyek Amerikában és beszámolok erre, csak nézek rám, de jó neked, mert Amerikában a törvények nagyon szigorúak. Nem lehet vetíteni filmeket közös helyeken, gyülekezetekbe se. Igen. De valahogy Magyarországon ez még elmegy. Szerzői jogvédelem. Igen, most ez Magyarországon még elmegy. És a magyar ember az szép, hogy mer ott ülni 3-4 órát, és együtt lenni, és beszélni fontos dolgokról. Amerikában az nem lehet csinálni. Amikor beszélgettünk előzetesen ennek a ma esti beszélgetésnek a témájáról, akkor mondtad, hogy a negatív üzenetű filmeket is föl lehet használni filmklub esetében, talán éppen a Woody Allen egyik filmjét említetted. Igen. Hogy ez azért érdekes, lehet talán, gondolom, kedves nézők számára is, hogy ezt azért magyarázd el, hogy ez hogy történik. Hát például Woody Allen filmjei, hogy lehet, hogy ő csak fel akar vetni egy témát, vagy ő bemutat egy olyan főszereplő, aki következetes az ő világnézetéhez, és a film, amiről beszéltek az előbb, az a Match Point című film, ami szerintem lehet, hogy a Woody Allen legjobb filmje, ahol ő feldolgozza a bűn és bűnhődés témát. És zseniálisan bemutat egy fiatal fiú, aki olvassa éppen a Bűn és bűnhődés című könyvet, és ő egy ateista szemlélet képvisel. Neki van egy barátnője, de közben találkozik egy másik lányjal, aki nagyon gazdag, és el is veszi ezt a lányt feleségül, de közben megtartja a barátnőjét. És szerelmes a barátnőjével, csak a hatalom és a pénz, és ez vonz, mert ez a gazdag lány, az ő apokája, nagyon gazdag valaki, és
odaadta a cégnek a vagyonát, hogy ő legyen a cégnek a következő vezetője. Lényeg az, hogy a lány, akiben szerelmes, egyre nagyobb nyomást gyakorol, hogy váll el tőle, ha igazán szeretsz engem. És akkor jön a dilemma, hogy egyre növekszik a feszültség, hogy most a főszereplő mire fog figyelni, a szeretetre, vagy a pénz és a hatalomra. És úgy dönt a lelkiismeret szerint, hogy én csinálhatok, amit akarok. És én elvégezem a barátnőmet, megölöm a barátnőmet, mert fontosabb a pénz és a hatalom. Tehát hozza ezt a döntést, ezt a borzasztó döntést, és a lelkiismeret furdalása van, és nem tud mit kezdeni most a lelkiismeret furdalással. És az a cím, hogy match point, mert a match pointban a teniszlabda üti a hálót, és ha visszapattan, akkor veszít, ha átpattan, akkor nyer. Most a rendőrök nem fogják őt el egy olyan dolog, mert ő dobta a kulcsot, és nem ment a folyóban, hanem visszapattant a kulcs, és egy hajléktalan megtalálta a kulcs, és a rendőrök gyanúsították a hajléktalan, hogy ő megölte az ő barátnőjét. Magyarul ő szabad lett, nem vádolták a gyilkossággal. A felesége terhes lett, 9 hónap múlva megszületik a gyermeke, és 9 hónap múlva mutatják őt a film végén, hogy ő hódepressziós, nem tud örülni semminek. Se pénznek, se gyereknek, se feleségnek, se cégnek, semmilyen. Világ szempontjából neki minden megvan, de nem tud örülni semminek, mert a lelkiismeret furdalás gyötri. Magyarul a kulcs visszapattant, mint a teniszben, ő vesztes, nem győztes. A saját világnézet szerint ő vesztes. És a Woody Allen képviseli következetesen egy ateista szemlélet, amit azt mondja, hogy nem tudom mit kezdeni ezzel, mert ha én élek az én világnézetem szerint, nem vagyok boldog. Az életnek nincsen értelme. De bemutat egy olyan főszereplő, egy foil, rossz példa. Ne legyél olyan, mint ő. Ez borzasztó. És én, mint keresztény, mi tudunk ettől használni, mint egy példa, hogy, vagy olyan értelme, használni, mint jó példa, ha jó értelmezünk a filmet. Tehát nagyon sok ilyen film van, Matrix-tól kezdve, hogy látjuk, hogy nem értjük együtt az üzenetével, de zseniálisan meg van csinálva a film, és tudunk tanulni attól a filmtől, hogy amikor értékeljünk azt a filmet keresztény világnézetével. Egy ilyen hasonló Woody Allen film, amit nagyon szeretek, az a Hana és nővérei, nem tudom, ismerőse. Woody Allen ott egy olyan embert játszik, aki egy ilyen kicsit ilyen hipohonder, hogy azt gondolja, hogy ő most halálos beteg, mert egyik füle egy kicsit csipol, és hát gondolja azt, hogy hát hamarosan meg fogok halni, akkor kellenek válaszok az én kérdéseimre, hogy mi lesz a halál után. Úgyhogy elmegy, és különböző vallásoknak a vezetőivel, meg emberekkel beszélget, hogy vajon mi az élet értelme, hogy mi lesz a halál után. Uh-huh. És megkeres krisnásokat, aztán keresztényeket is, és amit tapasztal, hogy mindig adnak neki könyveket, meg ezt csinálja, azt csinálja, de döbbenetes az a filmben, hogy igazából egyetlen egy ember sincs, aki igazából vele foglalkozna, és hogy az ő problémájában igazi választ kapna. És a film utolsó jelenete az döbbenetes, hogy már majdnem öngyilkos lesz Woody Allen, hogy nincsenek akkor válaszok a kérdéseimre, és elszalad egy moziba is beül, és egy bugyuta vígjátékot néz, és akkor azt mondta, hogy és hátraültem, hátradőltem, és elkezdtem élvezni a filmet, és arra jöttem rá, hogy felesleges ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Aha. És a filmnek negatív az üzenete, ugyanakkor, amikor ezt megnéztem, hogy elgondolkodtam, hogy hol voltak azok az emberek, akik igazán választ tudtak volna adni a problémáira. Ha én találkoztam volna ezzel a Woody Allennel, én mit mondtam volna neki? Tudtam volna neki megnyugtató választ adni az ő kérdéseire. Szerintem ezért is jók ezek a filmek, hogy ha már nem is az az üzenete, hogy akkor nekünk is így kell gondolkodnunk, hanem hogy valahogy máshol kell megragadni ezeket a filmeket. Igen. Még egy kérdésem van, bár a filmvilágot azért egyértelműen az amerikai filmek Hollywood uralja, de ezek között említetted, Robi, 172 filmet már megnéztetek, gondolom Zoli, ti is
sokat ebben a filmklub keretében, hogy más nációk, más kultúrkörből származó alkotások is bekerülnek-e ezek közé a filmek közé, amit megnéztek, vagy érdemesnek tartotok arra, hogy megnézzétek és beszélgessetek róla. Röviden mondanám, hogy a 170 film listát az meg lehet tekinteni a szabadszombat.hu weboldalán, ha valaki kíváncsi erre a listára, és majdnem minden film nagyon-nagyon jó. A legtöbb film amerikai filmek. Én szerettem azok a filmeket, amit igaz történet, tehát valami, ahogy mondtad, az Argo, az is egy igaz történet. Az sokkal izgalmasabb nekem. Ahogy ha a főszereplő egy hősként példa, aminek vonzó ereje van, hogy igen, ez nagyon jó. Mint a Argo, megint az Argo, hogy, és akkor átértelmezték, mint az evangélium, hogy igen, egy valamilyen kockázatot vállaljunk fel az evangélium. Szerintem ezeknek húzó ereje van. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy hősök legyenek az életünkben. Tehát én szeretem ilyen filmeket. A Segítség című film az egyik kedvenc filmem, hogy tényleg példaértékű a főszereplők a filmben. Vannak jó német filmek, sok európai film, azért mondom ezt, hogy sokszor ezek a rendezők nem hisznek abban, hogy valaki tud változni. Tehát bemutatnak egy olyan főszereplő film elején, aki egy sötét alak, és végig kitart az ő világnézethez, és nem változik. Én tragédia befullad az egész, sokszor ezek a filmek depressziós. Én nem annyira szeretem csípem ezeket a filmeket, vannak, aki azt mondja, de ebből lehet tanulni, de szerintem az is mögötte van, hogy a rendező nem hisz abban, hogy valaki tud változni. Mm-hmm. És a svédek ott is szép filmeket csinálnak, Adam Almai, a Hétköznap Mennyország, azt mondom, az egy nagyon érdekes film, teljesen de az üzenet teljesen elvetem, de nem értek egyet az üzenetével, de egy zseniális film. Igen, Zoli? Említetted, hogy van honlapotok, ahol megjelenítitek a filmeket, vagy azokat, amiket nézitek. Nekem is van egy saját honlapom, ott is filmkritikákat írok, illetve a Jelige újságban is megjelennek ezek a filmkritikák. Én is általában amerikai filmeket szoktam nézni, és azokról szoktam írni. Ugyanakkor én mondjuk szeretem mondjuk Bergmannak a filmjeit. Az egyik kedvenc filmem nekem a Nap vége, az a címe. A Bergmannak az a filmje, a legzseniálisabb filmje szerintem. Azt én szívesen ajánlanám egyébként filmklubosoknak is. Illetve nagyon szeretem egy dán film, a Babett lakomája. Nagyon szép film. Picit vontatott, mondjuk nem tinédzsereknek mutatnám meg, de inkább egy értelmiségi csoporttal megnézném. És nagyon szeretem magyar filmek közül a Kontrollt, amiről megint csak nagyon jókat lehet beszélgetni. Annak a Babett lakomája az a csokoládénak a új változatja, de megint bemutatják a kereszténységet, és megint az üzenet nem keresztény, sőt a csokoládé egy antikeresztény üzenet, de egy zseniális film, nagyon jól lehet szórakozni, nagyon jókat lehet beszélni, és értelmezni, mint keresztények. Tehát egy tipikus példa, hogy valaki próbálja valamit ugye a kereszténység ellen mondani, de mi ezt tudjuk ezt felhasználni, és beszélni róla. Nagyon köszönöm, hogy ilyen jól elbeszélgettetek, most így mondom, a filmekről és a filmklub jelentőségéről és hasznáról a keresztény körökben, és nagyon köszönöm nektek, mert én kvázi egy kicsi kívülállóként vagyok ebben a témában, és azt élveztem, ahogy így láttam a szemetekben, amikor a másik beszélt, akkor fölcsillant a szemet, hogy igen, én is, ez is jó film, igen, erről is, tehát teljesen otthonosan mozogtok ebben a témakörben, és végig gondoltam, hogy most, akik nézik az adást, lehet, hogy már felén néhányan lekapcsolták, akik olyan vallási háttérből nőttek föl, hogy teljesen elvetendő egyáltalán filmekről beszélni, meg ez jó, ez nem. Azért hadd mondjam, azokféle kedves nézők felé a legközelebb, meg én azért mégiscsak bekapcsolják és megnézik ezt az adást, hogy a testvéreink, mint az előző adásokban megjelentek pár és igékről beszéltek, ez inkább egy arra példa, hogy mert sokszor a hívőknek azt mondják ugye hívőkről, hogy bigottak és csak csőlátásúak,
hogy ez nem így van, egyáltalán nem így van, ti erre jó példák voltak ilyen szempontból is, hogy széles érdeklődési körrel a mai fiatalok számára érthetően tudjátok őket megszólítani, tehát ez egy óriási dolog, és fölismerve az, hogy ez egy olyan eszköz, amit lehet használni a mai emberek elérésében, tehát én nagyon köszönöm, hogy ezt megtettétek. Ugyanakkor az is bennem fölmerült, ugye, mint így a műsorházigazdájában, hogyha olyanok nézik ezt a televíziadást, akik nem hívők, akkor talán elgondolkoznak azon, hogy nem mindenki csőlátású a keresztények közül. Jó lehet, abban azért elég hagyhatatlanok vagyunk, hogy Jézus Krisztus a megváltó, de az, hogy ezt milyen formában és ki hogyan jeleníti meg, hogyan adja tovább, hogyan közli, az egyéni beállítottság kérdése, kulturális háttér kérdése, annak a célcsoportnak a állapota, jellemzői határozzák ezt meg. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és reméljük a kedves nézők is élvezték, és gondolom néhányan inspirációt fognak meríteni, hogy tartsanak keresztény filmklubokat is. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra!